Sziasztok! Üdvözletem innen az 55-es út mellett, a Nyékipusztai átjáróban vagyok éppen. Nézzétek meg! Ez egy fénysorompóval biztosított átjáró, ahol most már teljes sorompó is van. Szóval ennek az átjárónak van egy tragikus története, nézzétek meg, itt van is egy emlékmű. Itt 1993. február 12-én volt egy nagyon súlyos vonatbaleset. Ezt a földbeli baleset néven ismert, és ilyen néven van róla fel oktatófilmben is, hogy itt egy iskolabusz kanyarodott figyelmetlen a sinekre, mert akkor éppen a fénysorompó nem működött, akkor mi nem is volt sorompó az átjáróban, csak fénysorompó. És mivel ebből a bizbel szekrényből, amit mellettem van, kilopták az aksikat, sőt azt hiszem, hogy az aksikat egyébként ebbe tárolják. Legalábbis akkor még úgy volt, hogy közönséges autóaksikat használtak a fénysorompónál, ugye 2012 voltosat, és azok itt voltak ebbe a rendszerbe, és azt lopták el, és emiatt a fénysorompó nem működött. És ráadásul akkor még nem is volt norma idő arra, hogy mennyi idő alatt kell megjavítani, úgyhogy ez a ráérünk még féle hozzáállás sem, meg az, hogy nem volt tartalékaksi, de mindegy, majd jövő héten arra megyek, aztán majd akkor hozunk, meg ilyesmi. Mi miatt a 3 hétig sem működött. És egyébként az MDM-ot az baja felől jött arról, és itt, hogyha nem megfelelően kézbesítették azt hiszem az írásbeli rendelkezést a nem működő fénysorompóról, és azért a mozdonyvezető nem lassított le 15-re, hanem a pályasebességgel kb. 80 km/h, vagy egy picivel talán kevesebben jött. A buszvezető pedig szél körülnézés nélkül onnan kanyarodott a sinekre. Ugye a mozdonyvezető látta is aztán ugyan a busz, és még rá is dudál, de annak ellenére bekanyarodott, körülnézés nélkül átment a sineken. És ez sajnos pont eltalálta. Egyébként itt van még egy emlékmű. Ezt mindjárt megnézzük közelebbről. És itt is ott van, hogy 1993. február 12-én történt a baleset, és szerintem itt pedig a balesetben meghaltaknak a névsora van. Úgy tudom, hogy 12-en haltak meg, ha jól emlékszem, a buszvezetővel együtt. És egyébként a mozdonyvezetőtől el is ítélték amiatt, mert nem lassított le, de most pontosan nem tudom, hogy mennyire, meg hogy... És egyébként még itt van még két távíró oszlop is, ami még érdekes lehet, ott van az egyik. És akkor látjátok, hogy még itt van kettő. Hát ennyi lett volna ez a kis rövid vlog innen az 55-ös út mellől. Most éppen erre jártam, és akkor csak ezért is álltam meg egy pár percet, de közben mennem is kell tovább, mert én most időre megyek, így, hogy akkor ennyi lett volna. Akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!